szerint jó szórakozás. Jó estét kívánok! Vence Endre vagyok, a Vándormozi képviseletében szeretettel üdvözlöm Önöket. Ez nem a Viszkis című film erdélyi bemutatója, de ez egy számunkra nagyon fontos bemutató. Van, aki sejti, hogy miért? Meg esetleg, ha megkérdezhetem, van-e valaki, aki Csíkszeredából jött? Annak idején a Nagy Bandó Andrásnak volt egy poénja, hogy fél szavakból is értjük egymást. Köszönjük, hogy eljöttek. Szeretnénk megerősíteni a szlogenünket itt és most Önöknek, hogy hiszünk benne, hogy a magyar film érték és a mozi közösségi élmény. Úgyhogy azt gondolom, azt remélem, hogy sokszor fogunk még találkozni itt vagy más városokban. Magyar filmet nézhetünk együtt. Kérem, hogy vegye föl. Mert hogy ez volt a jel, ki kell kapcsolni a telefonokat, ha valaki elfelejtette. Szóval magyar film, mozizás, közösség és ez a rendkívüli mai este, ugyanis a vetítés után ugye velünk van Andrus Attila, a Viszkis, és egy közönség találkozóra is sor kerül, illetve lehet plakátokat dedikáltatni, könyvet vásárolni, Andrus Attila kerámiát vásárolni, és ott hátul az nem véletlenül van odaállítva az a nagy plakát, meg az a fotófal. Azok tegnap este Bukarestben voltak, és el kell mondanunk, hogy olyan dolog történt velem filmforgalmazóval, ami mostanában nem. Hogy egy sajtóvetítésen a sajtó fényes, igényes vagy akármilyen képviselői megtapsoltak egy filmet. Ez ugye nem érdekes annyira, de hogy egy román sajtó közönség megtapsolt egy magyar filmet Bukarestben, tegnap, egy plázamoziban, az azt gondolom, hogy rendkívüli. Ez történt, és így indítjuk el holnaptól a filmet országszerte a mozikban, de ez a mai este, ez még mindig egy premier előtti vetítés. Jó szórakozást kívánunk, és jó szórakozást kínálunk, találkozunk utána. Köszönöm szépen!